Na hát, eljött az idő, hogy a 21. Diablo 4-es stream is kezdetét, 21. Diablo stream is kezdetét vegyem. Hát igen, streamen kívül léptem egy szintet, de csak egy pár kört játszottam, tehát hogy alig pár kört játszottam, hogy húzzam a glyphet, az utolsó glyphet, ami még hátra van. A mostani cél, hogy ez a glyph meglegyen 15-ös szintű, ebben a másfél órában szerintem sikerülni fog, és addig is gyűjtjük a megfelelő cuccokat, gíreket. Jó lenne találni pár Bone Spirit-es upgrade-et akár, vagy olyan cuccokat, amik jó lesznek a Bone Spirit-es build-be is. Azért még vannak Sacred itemjeink, ezeket Ancestrálra jó lenne lecserélni, valamint szívesen kipróbálnám, hogy milyen, hogyha megcserélem a Bone Spirit-es aspektet ezzel, ami itt van, ezzel a Corpse Tendril-essel. Ilyen tervek vannak. Köszi szépen, Szina, 100-as csírt. Köszi a támogatásodat. Azt mondja, hogy már is előveszem a kis táblázatot, amiben azzal leírva, hogy melyik dungeon-t érdemes menni, hogyha a glyphet akarok húzni. Azt mondja, hogy kezdjük hátulról. Witchwater. A Witchwaterre azt mondják, hogy A. Tehát a Witchwater az nagyon jó. Lassítják a projectile-t. 50% esélye lassítatják a projectile-jainkat. Jó. Tehát akkor oda megyünk vierezve. Let's go, Vieres. I cannot do that here. Aduláció. Ez egy 40-es Nightmare Dungeon. Ha hangos amúgy a játék, szóljatok nyugodtan. Gyorsan előrébb megyek, mert elnyomtam a Bone Stormot. Azt mondja, nem kéne kihasználatlanul hagyni. A Temerit is nadrágomat azóta sem cseréltem egyébként le. Majdnem lefotóztak. I need more time.
Valahol... Ja, pont itt van. Épp ezt akartam mondani, hogy valahol itt bizony egy shrine van. És pont egy konduitot sikerült felépíteni. Hát ez most iszonyatos a pazarlás. Na hát legalább... Még időben találtunk egy hullát, akire tudtunk rántani. Szóval köszi amúgy a linket is, csekkolom majd. Így a borítóképet megnéztem, és amúgy ez jónak tűnik. Ezek a skinek. A Fortis skinek. Shadows slithering through the grass. I shed the skin from this old dying form. Then I am a zombie themselves. Free from pain. And the scales are reflected faces I know. Nem így emlékszel a Witcher 3-ra? Ott is vannak pedig pókok. Laughed at me. Tongues flick in the darkness. Hear their words in my thoughts. Each life is a sacrifice for us. Each life is a scale for your rebirth. I awaken, and the snake is at my feet, waiting. Hogy rettentek ott a milliók. Na, már megérte nyomni. Ez ugye a Bone Spirites. Wow, és fullos rollal jött el hozzánk. Nézzétek csak. Elég 5 Blood Orbot felszedni és egy Spirit Orbot szabadít el. A Diablo 4-ben nincsen valami Witch Doctorra hasonlító karakter? Talán a druida. Hát ő gyorsan eltűnt. És már megyünk is tovább. De most nem törünk be, azt próbálom meg, hogy két dungeon-önként törünk. Ha nem nekroznál, akkor melyik karakterrel nyomnád? Nem tudom, nem gondolkodtam ilyenen. Gondolkodjak ilyenen? A Ghoul Run Slums, ez ilyen ás besorolású, ás a glifek szempontjából.
Fire damage slowing projectile. Lightning storm. Biztos, hogy nem. Ancient. Hát ez konkrétan ez CDF, nem játszok. Gorános kanál SDF, tehát XP-ből ez nagyon jó, Leaf-ből annyira nem. Jó, az XP nem érdekel. Kultista, Refugee, AAB, mert... Még könnyen oda is lehet jutni. Szóval nem gondolkodtam ilyenem. Mivel Shortsit csináltam off-stream, így... amivel így elütöttem az időt, amíg nem nekrózhattam, mert nem akartam ugye tovább haladni a sztoriba nélkületek. Így, ha tippelnem kéne, ha nem lenne nekró, akkor shortsiznék. Gondolom. Sorci mennyire jó? Hát mint a többi karakter. Nem sorcizok, úgyhogy annyira nem tudom. Hiszen mondtam is nektek, amióta végigjátszottuk a játékot, azóta nem léptem be a sorcimba. Tehát én kb. Csak nekrózok, szóval, hogy így, nem tudom. Nekem nincs tapasztalatom abban, hogy milyen a sorci. Valamelyik flawless gem már nem kell. Szétnéz a Steam Next Fest-en is vannak tök érdekes demók? Hát nekem sajna most ennyi játék mellett annyira nem fér bele, hogy Steam Next Fest-en foglalkozzak, pedig amúgy engem is érdekelne, hiszen még egy-két éve csináltam is ilyen videót, hogy érdekességek, szerintem jó játékok a Steam Next Fest-en. Konkrétan átportolt egy másik teremben. Hát, hogyha csak a Diablóval játszanék, akkor nem lenne gond, de nem csak a Diablo pereg. Így meg azért nehéz beiktatni.
amúgy nem jó játék, csak mi vagyunk túl lelkesek. Ez most micsoda? A Benzsen. Miért ne lenne jó játék a Diablo 4? Ja, én is csak 20 napja voltam melózni, mert nagyon rossz a játék. Ja, hogy szark... Szarkazmus volt. De nem jöttem rá, ne haragudj. Na hát most vissza kell mennem, mert túl sok junkot vettünk fel. Ez is kuka. Ez is kuka. És amúgy ez is kuka. Olyan hülyes statok vannak egyes itemekem. Úgy néz ki, hogy a kékből már csak egy kellett. Fejből kell még? Nem, fejből se kell még. Sárgából se. Hát akkor lila, piros koponya. Lila, piros koponya. Ezeket még felváltam. Mert az még pont elfér. Wow. Kár, hogy rossz rollal jött. Kár, hogy nem Ancestrál. Kíváncsi vagyok, hogy amúgy ezért a Dungeoner mennyi XP-t kap a glyphem. Ja, hogy ez ennyi volt? 82. Oké. Okay. Amúgy ez tetszett. Ja, koponyász kell. Azt beszéltük. Na, azt mondja, hogy Black Asylum. A Black Asylum-ban is azt írják, hogy az is gagyáz, úgyhogy azt is bejelöljük. Nem nagyon estek amúgy a CG-lák. Black Asylum. Na Zenit, mit mondanak a Zenitre? Zenit DFC, tehát akkor ez se. 36-os, hát olyat meg egyáltalán nem akarok menni, úgyhogy az offos, az is 36-os. Jó. Akkor van itt egy ilyen Feraz Zenit, úgy emlékszem, hogy ez jó. Hát amúgy annyira nem. Ebben úgy tudod előre, mennyi pont jár, hogy a CG szintjét megduplázod és hozzáadsz 2 pontot. Ó, értem. Akkor vajon mit jelenthet a... Mit jelenthet... Mit jelenthet vajon ebben a táblázatban az, hogy glyph? Tehát, hogy a glyphek szerint mi lehet ez a rangsorolás? Liptus. Belinkelem amúgy ezt a táblázatot.
Akkor megyünk egy ilyet, a Black Asylum-ot. Kíváncsi vagyok, hogy ezzel milyen gyorsan haladunk. Most van 44. Jó lenne amúgy magasabbat menni ennél, hogyha esne olyan kulcs. I'm not ready yet. Mi történt? Ezek a szemét a fantomok így megadták nekem durván? Azt hittem, hogy így hopp, nulla HP. Itt mi történt? Gőzöm sincs, hogy itt mi történt. Elmegyünk balra. Undi vrétek. Ez az én hülyeségem, amiben jöttem ide, mert itt ugye szupresszenemik vannak. Hát hogy... Pont olyan, ami szivatós nekem. De jó, hogy ő ott elesett. Azt hiszem amúgy a topáz jó. Azt hiszem a topáz még... Ujjajjaj, lekötött ott egy. Hát valamit tudni a szerverről, én PS5 játszok és hajnalban kétszer fogyott ki a játék, egyszer meg úgy hidobott, hogy vissza se engedett, egyszer mikor ki tudnak végre adni egy olyan játékot, amit lehet élvezni szerrel problémákról, is hihetetlen. Nem tudom, itt a nekem PC-n nem nagyon volt ilyen problémám. Nem tudom, hogy a konzolom mi a helyzet, de itt PC-n tök jól ment a játék. Nem nagyon volt gond velem. Sajnos a konzolról nem tudok mit mondani. Hoppá. Oké, okay, úgy néz ki, hogy ezt a részt itt már kikléreltük, és hát teljesen értelmetlen volt, hogy végigjöjjünk, de mondom, hát ha itt van valami átjárás, meg ilyenek.
Ó, egy jó kis sigil. Nekem addig volt, amíg 4 napi előre hozzáférés volt, miután megjelent a játék, azóta konzolon gyatralsz erre. Hát sajnálom. Az helyzet, hogy nem nagyon... nem nagyon hallottam még erről egyébként, hogy ilyen probléma van. Én nem merem megvenni, nincs sajnos annyi időm játszani vele, mint amennyit megkíván. Megkíván, igazából... Ez nem kíván meg semennyit, ez annyi azon múlik, hogy nézzél, hogyan akarsz hozzáállni, vagy hogy hogyan állsz hozzá, de hogy... Ebben az RPG-ben, ami időt megkíván, hogyha te mondjuk Season Journey-ket akarsz teljesíteni, az nyilván időigényes lehet, de hogy jelenleg a játék semmit nem kíván meg. Elkezded a játékot, azt játszod, ameddig játszod. Sztorival is úgy haladsz, ahogy neked kényelmes. Szóval most nem kell sehova se sietni szerintem. Bár lehet, hogy félreértett talán. Szervusz, Hóró, szevasztok, srácok. Aztán az apír is kell? Nem tudom, hogy mondtam meg kéket végül. Régebben is ismerős volt a nevem? Lehet a siege-ezések meg a pubg-zások miatt, nem? Elfogytak nagyon itt a resource-ok. Koponya az biztos kell. Ja, hajlamos, hogy beszippancson a játék. Megértem. Nem álltam ehhez a játékhoz úgy, hogy most akkor ez egy hú de jó játék lesz, mert mit tudom én, Diablo, oké, biztos játszok vele, de hogy azt nem gondoltam, hogy ennyi óra bele fog csúszni, hogy ennyire fogom élvezni. Még itt van egy.
Most különösen, jó, srácok, ez az event most különösen jó. Hát ez nagyon, ez nagyon jó volt. Imádom ezeket a körzi benteket. Azt mindjárt darálunk még egyszer. No, akkor kidobunk valamit. Ne, jó, lebekkelünk. Lebekkelünk. Ez mi volt? Ez mi volt, srácok? Gale Valley. Necromantic Rune. Ez mi a fene? Miért volt egy ilyen itt a földön? Oké. Setup tour nem lesz. Igazából van ez a sarok, amit már láthatatok jó pár videóban, ennyi a setupom. Szóval ezen nagyon nem lehet mit túrozni. Ez nem a K.O. level egyik itemje? Igen? Nem vágom. Death Harness the Theories of Ratma. Ez most így meglepett, hogy ez így itt ki volt dobva. Úgyhogy nem vágom, nem láttam még azt a videót. Sajnos az kuka, az a Lego, ahogy az is kuka. Ez meg shield, nem használunk, úgyhogy kuka. Melyik oldalon van nekem a chat? Bal oldalt, meg jobb oldalt is attól függ. De főleg bal oldalt szokott, az amikor nektek jobbra elnézek, akkor a chatet olvasom általában. Ja. Mert egyébként már megtalálták a K.O. levelt. A zafír az nem jó, a sárga se jó, a fehér se jó, és a pirosabból még kell egy. Oponya. Ha? Nem találták még meg? Azt hittem. De nézzük a Deathless Visage-et. Ugye a miénk az már jobb, mert amit most szereztünk, ez Ancestral, nekünk meg csak Sacred volt. Eddig. Nagyobb rajta az Armor, majdnem ugyanaz a Blood Orb Healing. Kisebb rajta a Damage százalék. Viszont az, hogy csak 5 Blood Orb kell ahhoz, hogy Bone Spirit reppenjen ki, azt szerintem tök jó, úgyhogy ez az új marad, ezt pedig eladjuk a Vendornál. Nagyszerű. Úgyhogy 155 ezeret most ezzel szerzünk. Nyomoznak, de elvileg 3 item kell hozzá. Hoppácska. Godil, Father Bless. 3 item, azt megtisztítani a Drystep fővárosban, ad egy kulcsot, és a map legjobb szélén nyitja a kunyhót elvileg. Mi a maló? Majdnem felrobbantottam magam. No, és még egy sigil. Hoponya jöhet.
igen, ez... Tehát az, hogy ugye nyakamba spawnoltak a mobok, ez egy kicsit sok volt, de csak kicsit. Hirtelen azt sem tudtam, melyik gombot nyomja meg a kijelzőn. Na hát akkor arrébb megyek. Egy csoda! Majdnem kaptam még egyszer. Igazából... Itt a szempont az, hogy gyorsan menjem le a dungeont, és akkor úgyis fix, hogy mennyi XP-t kapok a végén. Jó. Akkor gyors dungeonokat kell menjünk. Ja, világos Riptus. Világos, tehát akkor minél gyorsabbat kell menjünk. Aha, tehát igazából most elolvastam, tehát a glifeknél a rankolás az azt jelenti, hogy minél gyorsabban tudunk rajta végigmenni. Hát ezt mondjuk jó lett volna, hogyha elolvasom. Ezt el kellett volna olvasni, igaz? Na, hát akkor nézzük. Whispering az gyakorlatilag C. Black Asylum az D. Maul Wood az S. Na, nézzük. Nézzük, ez mibe S-es amúgy. Azt hiszem, amúgy most voltunk itt. Mi újság, Berzeusz? Not while I'm in town. I'm not ready yet. Mit csinálok? A Nightmare Dungeon-t, hogy glyphet húzunk. Igazából most ennyim. Ami így pereg. Minél gyorsabb Nightmare Dungeon-okat akarunk menni. Ja, és hogy minél gyorsabban? Hát mert minél gyorsabban végigmegyünk egy Nightmare Dungeon-on, annál gyorsabban szerezzük meg azt a bizonyos fix glyph XP-t a végén. Tehát itt a Nightmare Dungeon azért, tehát a glyphek szempontjából minél gyorsabban kell végezzünk egy dungeon-nal. Minél hamarabb vége legyen. Ez a szempont. Oké, erre kell majd tovább menjünk. I need more time. Oké, nem erre kell menni. Meg kell keresnünk az utolsó banditát. És ő pedig valahol itt lesz egyébként. Aha, itt van.
Oké, és most már lehet tovább menni. Says she saw you skulking around the reserves last night. Says we're short two boxes of the good stuff. No need to worry. I know you'll make it right. And I know you'll come tell me exactly how. I'd hate to let you go. The wards like you, my friend. But you like fresh meat. Hát itt igazából csak survivalni kell. Ezek a legrosszabbak amúgy, mert hogy ezért se XP-t, se lootot nem kapsz. Ez a gyakorlatilag feleslegesen damolsz itt fél percig. Úgyhogy már emiatt panaszkodtak Redditen, hogy ezeket amúgy kibehetnék, vagy legalább kaphatnánk érte XP-t. Meglújtok, persze. Igen, igen, arról beszéltek a Death Talk-ba, hogyha nyitok egy Nightmare Dungeon-t, akkor majd oda tudok elé portolni. Mármint, hogy akkor oda portol elé. Igen, igen. Az elég király. Az elég király. Hát most így egy perc megy el amúgy ezzel, hogy oda kell mennem. Ez kuka. Ez is kuka. Sajnos ez is puka. Ja. I'm not ready yet. Azt mondja, hogy ezt nem kell. Na, igen. Koponyából még egy kell, sárgából semmi, abból se. Tehát koponya, lila, piros. Koponya, lila, piros. Ezt csak meg tudom már jegyezni, nem? Azt mondja, hogy Black Asylum. Ez nem jó. Whispering Pine. BCF. Meg Resource Burners. Ferálosra, az nem jó. Az helyzet már csak kettő maradt, biztos, hogy szét akarom ezeket szedni. A 43-asat nem. Köszi Avenger. Szegény Gremorina, nem válaszolt senki.
15 óra 25 óta megy a Diablo. A Crusader-esre azt mondják, hogy ez úgyhogy megy. Elvileg ennél durvább is lehetne a Bone Spear-es Necrogramory. Hogyha a szorzó, a 60%-os critical strike damage szorzó az nem 60 lenne, hanem 120. Az jelentősebb lenne. Nyilván akkor nem tartana addig a vulnerable, és a bone shardok nem kaptának ekkora bónuszt, de amikor corpse tendril ezek, akkor az brutális damage lenne. Itt arra figyeljetek, hogy rosszul mutatja a GPS, mert itt konkrétan el lehet menni itt jobbra. Csak ugye a sztori miatt ezt nem jelzi jól. A story questek miatt. Na, a lila már meg is van, már csak koponya és piros kell. Nem hiszem, hogy váltok, nekem elég összetett. Meg van kettő secret unique item, ami eléggé buszolja a darkness skill-eket. Nekem nagyon tetszik az, hogy így tudok vele haladni, és nem nyögvennyelős, mint a summoner. De nálam 10 akárhány szinten nagyobb bácsát is így prüty-prüty és már meg is halt. Na, elvileg most a Blasphem istánkat kell lecsapni és akkor jó. Begyűjteni kell amúgy a Bone Spear-es az itemeket. Aztán jó lesz majd. Okay. Én legalábbis ezt csináltam. Summonerrel nyomultam, aztán gyűjtöttem a cuccokat minden máshoz. Köszi szépen, Szemez. Te vagy az első, akinek ez feltűnt így majd egy óra után. Köszi, hogy szóltál. Még a koponya kéne.
Na és akkor most már meg is vagyunk amúgy a gemekkel, most már nem kell. Szevasz, Kopi Zoli. Hogy szemelsz ismerem, vagy hogyha valaki ügyesebb nála, vagy te gyorsabban fel tudsz menni a YouTube Archivum csatornára, akkor ott lesz egyébként a Bied magyarázós videó, sőt még a hozzátartozóvod is egyébként. Úgy néz ki, hogy nem tévedtem el. Nagyot szemezzel kapcsolatban. Bár ez nem az, amit ő szeretett volna. A minionos build. Az nem ez. Ez a bónusz piros. Sajnos a bonspéres magyarázó az túl hosszú lett. Egy olyan, mint hogyha valami nagyon komplikált lenne a build, a bonspéres. Úgyhogy legközelebb majd arra jobban próbálok figyelni, de hát tudjátok, hogy én magyarázni kell valamit, akkor képes vagyok jó sokáig elnyújtani. Ez hihetetlen. Hallod? Nyugi már. Van még valahol egy... Mindjárt megkeressük, hogy hol. 20 nap után kezdem kicsit elveszíteni a lendületet. Hát azért már HC-zol. HC karakter halála meg tud törni. Ha nem vagy nagyon elszánt. De ha nagyon elszánt vagy, akkor is meg tud törni. Várom egyébként azt, hogy majd... Hát nem tudom, jövő héten, vagy mikor, de hogy majd új buildet próbáljunk ki. Az város. Nyilván amúgy az lesz a vége, hogy bonuszfér és ne tovább, de... Ettől függetlenül az esélyt meg akarom adni a többinek. Hát akkor ezt így elnyomjuk. Hát akkor ez 84 lesz. Többi kasztra lesz a stream. Hát hogyha folyamatosan diablóznék, akkor lenne.
De így nem. 42-es ugod, de megölted a bácsát? Na, az tök jó. Ez az azt jelenti, hogy nagyon jó a buildet. Nagyon jó képességeket használsz az itemjeidhez. Vagy fordítva, nagyon jó itemjeid vannak a képességeidhez. Az jó hír. Mondjak valami jót, szevasz, vadafak. Elkezdtük a Blood and Wine-t, és nagyon jó. Nagyon szeretem a Blood and Wine-os sztorit a Witcherben. És most egy kis levezető diablózás van, 5 óráig, aztán 6 órától meg PD2-zés lesz. Bizony. Nem egyedül fogom nyomni. Úgyhogy az város nagyon. Na, hogy tudnak ilyen rossz rolló izék esni? Ez a rohanós Corpse Explorer kesztyűt imádom. Ez a Unique-ra gondolsz, Hopi Zoli? Na! Van valami különlegesség a mekitekbe? Vadafak esetleg? Vagy a jól beváltakat rendeltétek? Nem, nekem nem unique kesztyűm van, de... Szerintem nem a freeze-esre gondolsz? Aha. Szerintem erre gondolsz. Ja, ez a skeleton idézős, aha. Igen. Szerintem erre gondolsz. A robbanós, a corpse explosion-es. Ez ott egy maxos roll. Az is ott egy maxos. Az is ott maxos. Most éppen egy maxos Bone Spirit-es unique esett ki. Úgyhogy érik már szépen az a Bone Spirit-es build. Renegádos, amit mondanak. Renegád, CSA. Jó, hát igazából mehet akkor 43. Legalább azért több XP jár. Én láttam valami tornádós buildet, az így pár képesség elnyomásával world bossokat tud eltörölni, szemez nyilván a helyes build-el. Ja, ilyen bloodos necrót akarok próbálni, bone spirit-eset, ki akarom próbálni azt a severes reap-eset, azt hiszem. Szia, Reni, haló. Bocsi, csapkodom a mikrofont. Szia, enemy! Ne viccelj. Remélem, hogy tetszeni fog neked. Az helyzet, hogy
Az a build, summoner-es build, az amúgy még mindig működne. Tehát, hogy még mindig lehetne vele haladni, csak nyilván nem ilyen gyorsan, mint most, ahogy én haladok. A Boon Spear-essel. Meg azóta már jöttek hozzá cuccok, úgyhogy új gír is érkezett, úgyhogy talán még jobb lehetne egyébként a summoner build. Azt ti is látjátok? Valamit nem oké és a textúrával. Az a kötél egy kicsit begajdult. Ja, itt valami túlélés van? Nem érdekel. Ó, erre még lehet menni tovább. Nagyszerű. Az helyzet, hogy visszafele kell menjünk. Visszafele is kell, hogy menjünk. Ja, mert hogy itt nem tudunk tovább menni. Ajaj. Pont látom egyébként, hogy hol az utolsó. Ne haragudj. Köszi azért a ládát, nem csináltam semmit. Hát... édes Istenem, hát az egy medve volt. Fel kell ülni hozzá. Ez azért volt, mert nem segítettem. És kinevettem a túlélőt. Ez azért volt, megbosszult. Basszus, és pont egy szupresszorosat kaptunk. Na gyere! Sitz! Na jó van. Ja. Majdnem ott hagytuk. I need more time. Hát ezeket itt nem lehet egyszerűen itt hagyni. Bolondfa! Lyukhass fa! I'm not ready yet. Azt mondja, hogy rúnás kavicsokat kell aktiválni. Mi újság? Tereg egy kis levezető a diablózási. Szerintem még nem kell erre menni. És nálad? Ne ott van aztán? Többiek
többieknél. Nincs sok. Ne utol. Többiek nem akarnak veled beszélni. Hát is fura a zászló. Öreg a meló? Na. Nyomod. Na. Hát látod. Amúgy éppen csendkirályt játszottunk a többiekkel. Ez nagyon jó. Még. Ne hagyd abba! Hát itt most egy kicsit elszpemeltem itt a... ...eszenszeimet, de hát ez van. Na, srácok, 14, úgyhogy megyünk még feljebb, és mindjárt rálokulódik neki az utolsó. Még mennyi kell? Azt mondja, hogy egyszer, kétszer, elvileg még kétszer elég lenyomni. Már kétszer elég lenyomni. Lehet én értettem félre, egy chat királynak gondoltam, szóval akkor csöndben maradok. Aki... nem a csend királyba játszik, az a chat királyba játszik, úgyhogy te a, téged a csend királynál diszkvalifikáltunk Neutron Star, szóval te most már csak a chat királyért játszhatsz. Úgy néz ki, hogy Szféra Karcoló is megtörte a fogadalmat, úgyhogy ő is a chat királya címére pályázik. De eddig magasan Neutron Star vezet az elmúlt 5 perc alapján. Kuka. Well struck. Misi is beszállt a chat király a ringbe. Na, shift, mit mondanak a shiftára? Az is rossz. Jó, hát most nincs más. Nincs más. Hát nem, ha majd, hogyha dúskálok itt a CG-lekbe, akkor majd lehet itt válogatni, de hát addig meg azt kell nyomni, ami van. Jaja, még 2 nyomunk és meg lesz. És meg lesz, srácok. A 15, mint 3-ból. Te is akarsz nevezni, de elsőben. Na jó, egyefene. Te is beszálladsz a ringbe a chat királya címért. Misi, te is. Hogy a fennében, nem Misi? Nem csak esemben. Kell nekünk egy ilyen. Ez most itt nagyon eszenz igényes volt. Na most ez jó. Mizu szféra karcoló. Hm.
Blood stone-okat kell vinni a pedesztálosra. Legyen. Ancestral sword. Ez micsoda? Húha, 1000 zombit megöltem. És azt mondja, hogy ezért megkaptam a horror title-t, meg a nekrotikot is. Nagyon jó. Erre kell majd menni. Szeretem amúgy ezt a Shift a Ruins-t. Na, most már felszeretettem a Bloodstone-t. Veszem még. Kiraktatok titeket a garázsból? Hát mit csináltatok? Meglátták, hogy vettél egy Twingo-t és azt mondták, hogy na jó, ennyi volt. Ennyi volt, kilakoltatunk mindenkit a garázsból. Nagyon hangoskodnak itt ezek a lények. Új garázs, új lehetőségek, szféra kancoló. Állítólag. Volt-e nálunk vihar? Aha. Volt. De... hiszen azon ki vagy dörgött. Nem extra. Kőbenyen nagy eső volt? Nálunk is durva dörgés volt. Na gyertek csak. Jó. Ez elvileg most már a boss fight lesz. Nem tudom, én amúgy szeretem ezt a Shift a Ruins-t, azt mondták rá, hogy ez nem jó. Shifter, amit is mondtam? Azt mondták, hogy C. Nem tudom, olyan jól haladtunk, nem? Nem jól haladtunk, srácok. Az esőt szereted? Hát jó, de nem volt semmi, mert akkor szeretem az esőt, hogyha kint vagyok. Ha bent vagyok, akkor igazából mindegy, hogy milyen idő van. Akkor annyira ez a dolog nem mozgat, szférakarcoló. Az 97%-ot azt lehet megtartjuk. Az viszont kuka. Azokat meg se nézzük. Na, ez amúgy, hogyha csak az...
Milyenem van most? Igazából ez jó. Tehát, hogyha át akarnék menni, csak hát, ott van, hogy 52% critical strike damage is, tehát erre nem jól van. Tehát jók a rollok, csak nem vandon kéne, hogy legyen. Úgyhogy mindegy akkor. Te is szereted az esőt? Karácskával néztük az ablakból, ahogy fúj a szél, meg dörög az ég. Ennyi volt igazából. Ez kuka. Na, megy a kövi, ezzel elvileg maxolunk. Azt mondja, renegádos az jó volt. Hát, ja, C. Mindegy. Mindegy, nem baj, nem számít. 43-as vagyunk akkor. Az is mindegy, hogy milyen, lenyomjuk, azt kész. Hali, én is elveszettem a csend királyt, amúgy honnan fogjuk tudni, hogy ki nyeri a csend királyt. Az helyzet, amint kinyomom a streamet, kiderül. Az első olyan csetelő, akit nem láttam írni a csetre, az nyeri. Most lelár. És a jutalma, hogy a következő streamen is csendben maradhat. Mit lehet nyerni? Csak timeoutot megbant. Aki megkérdezi, hogy mit lehet nyerni, az csak timeoutot meg bant nyeret. Kész van már a Diablo 4? Nincs. Az akkor lesz majd kész, hogyha bejönnek a szezonok. A sztori sincs kész így jelen pillanatában szerintem. Szerintem emiatt a követő cucc miatt halhatunk majd. Jaj, ezek resource burnösök? Srácok. Csumi. Biztos, hogy nem fogok resource burnöst menni. Bejöttem úgy, hogy resource burnös ez a dungeon. Biztos, hogy nem. Nézd, hogy miért nem tudom nyomni a izét, mondom, annyiszor nyomtam volna a core skillemet. Ez mi? Itt van resource burn? Nincs. Vulnerable, resist? Nagyszerű, akkor megyünk egy ilyet. Üdv mindenkinek, skacok, Hali. Na, nem emlékszem már amúgy erre. Ez a renegádos. Vagy az, ahol az előbb voltunk. Ez a renegádos. Bizony, szia!
nem akartam Zafirt felvenni. Mégis valahogy belekerült az inventorimba. Szerintem egy keeper itt lesz fönt. Nem, nem. Itt a bejárat van. Hát akkor nem megyek most eltippelni. Hogy meg kéne nézni, hogy egy portálban mit lehetnek egy ilyen portálban. Van egy fish drop a játékhoz? Hát hogyha elkezdi számolni a chaten, akkor van. Eddig volt. Egyébként. Hogy eddig volt. Elkezdte neked gyűjteni? Írja? Akkor van. Annál szerintem semmi is egyszerűbb, hogyha elkezd írni neked a chaten, hogy elkezd peregni a számláról, annál semmi is egyszerűbb. De megnéztem egyébként, nem volt... Sem a dropok engedélyezve, sem a drop színéből tag a csatornán, szóval... Twitch dolgok. Az a gond, hogy amióta a tageket, a custom tagekké csinálták, azóta... tagbe rakni, hogy drop színéből, meg dropok engedélyezve kb. Hát nem is tudom. Az még az is oda tudja írni, aki olyan játékkal játszik, amiben nincsenek is droppok. Semmi értelme. Na most hagyjuk, hogy hadd jöjjenek ki. Gyerták. Cic. Ez amúgy semmi. Ez a portálos affix, ez semmi. Elég gyenge volt a májusod. Neutron Star. Hát ez hogy lát? Nekem küldhetne ilyen listát a Twitch. Megy? Na, örülök. Huszonhat streamből 19-en itt voltál. Hoppáncska. 26 streamet csinálok egy hónapban. Jó tudni. Na srácok, most 50%-kal többet fogok sebezni az injured-ökre. Bizony. Ez főleg amúgy a Bone Spear-nek a sárjából lesz amúgy látható. Az elvileg most már sokkal többet fog damolni így. Ugye az injured-ök azok, akik a 35% HP alatt vannak. Váhit szorozva 1,50-nel, egyelő váhit, ez így van. Jó, hogyha magasabb nehézségre mennék, akkor ez jobban látszódnak, Onyx.
Ja, ez még mindig a nekró, igen, igen. Nem is fogok mással nagyon játszani. Hát arra nem igazán lenne idő. Ahhoz kb. Csak a Diablo-val kéne játszanom, hogy más karakter még így beférjen. Nem is erre kell menni, hát akkor hova kell menni? Rácsak, valahol elhagytam egy keepert. De hol? Itt lesz lent? Reméljük, hogy itt lesz lent. Na, most nem tudod végig a sztoriát, mobán. Ó, már látom, hogy hol lát. Mire bejött a nekró? Nem, hát most már mint hogy... Amúgy bejött nagyon a nekró, de nem azért nem játszok mással, mert hogy... Izé a többi nem jön be, vagy hogy ez nagyon bejön. Hanem mert hogy így nincs, tehát hogy nem félne belem. Ha ki akarok próbálni mindenféle buildet a nekróval, akkor az egyszerűen nem fér bele, hogy játszok még jó pár karakterrel. És még amúgy Diablón kívül más gémmel is akarok játszani. Szóval nem férne belem. Aztán menne a nekró, jó? Hát, ameddig el nem kezd frusztrálni az, hogy nem tudod irányítani a szörnyeket, és ostobán lövik a búrát, meg a gólem megy körbe és körbe annál a pontnál, ahova utasított, hogy menjen, akkor amúgy jó. Tanki! És amúgy jó. Ott is van, és ott is van. Kb. Kicsit szenvedek a nekrómmal, de előbb-utóbb életképes lesz, level 65, börtén 4-en. Nice! Nem is tudom, melyiket kéne hozni. Az Essence-eset? Húzzuk az Essence-eset. Vagy elkezdjük húzni a negyediket? Mert amúgy négyet kéne használni, csak ahhoz sokkal magasabb szinten kéne lenni. Lehet, hogy amúgy az útcsót el kéne kezdeni húzni. Az a fegyó nem eladó. Ez a kis tör, ez megy a kukába. Erről meg leszedjük az aspektet. Szia, ez a build jobb, mint a másik, mármint hogy mihez képest, az én előzőmhöz képest? A Summonerhez képest szerintem minden jobb. Izé, hát amúgy... Elment a kedvem a Witcher-től. De majd legközelebb jobb lesz.
Köszi, Castiel. Hát egy fullos ilyen jó, jobb lenne. 146. Hát amúgy ez a kettő hasonlít egymásra, nem fullos. Hát ma, amúgy ma kávé csak Witcher lett volna, csak... Hát, hogy mondjam... Olyan dolgok kerültek a chatre, vagy chaten, amitől így elment a kedvem. Úgyhogy mondom majd... Ez olyan dolog, hogy majd át megyek rajta. Legszívesebben kinyomtam volna a streamet, de hát nem izé, nem vagyok 5 éves. Na, megyünk egy jó Champion Demise-t így utoljára. A Summoner build nem olyan jó, hát az előbb mondtam el, hogy mi vele a gond. Idegesítő a Summoner build-be az, hogyha van Suppress zenemi, akkor a skeletonokat nem tudod jól pozícionálni. Mert nem tudod őket irányítani, főleg hogyha valaki búrás, szöprezd és teleportáló egyszer, akkor az meg olyan, mint hogyha láncfűrő ésszel szeretgetnéd a tested. A gólemet, hogyha odaküldöd valahova mondjuk egy ilyen korpspire-ra, akkor így a gólem az így elkezd körbe-körbe futkosni körülötte. Hát ezek olyan dolgok, amiket így nem tudom. Majd, hogyha egy bizár egy kicsit jobban elkezdi szeretni a Summonernek, akkor visszatérek hozzá, de így ez offos. Rád haragszol? Nem haragszok senkire, srácok. Ha valakinek nem bírom a búráját, akkor ez már nincs itt a chaten. Ez ennyire egyszerű, úgyhogy nem kell itt izgulni, srácok. Amúgy ez olyan gáz, hogy fura, hogy van egy klassz, aminek az egyik főága a Summoner, és konkrétan kuka. Hát figyelj, hogyha így haladni akarsz az endgame-be, akkor sajnos az. És én engem elkezdett frusztrálni. Igazából engem frusztrál a tehetetlenség nagyon durván, és így nagyon triggerelt a dolog. Szevasz, coolers. Szervusz, Galatrik. Bácserrel találkoztam már? Persze. Előző hétvégén 6 óra alatt 6-szor jött rám. Kaptunk egy rohadt jó CG-t. Reméljük nem resource burn van rajta. Ne! Üdvünk mindenkinek, jaj, hát egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem. Én meg ki vagyok, hogy 66-os vagyok, és csak egy LEGO esett, ami a build-hez kell. Ezt nem tudom, hogy csinálod, Blin.
Egyetlen egy Lego 66 a szinten. Nagyon állnál ki vagy, Blade. Akkor már csak abba bízok, Blade, hogy majd izé. Meg kijön a Season 1, akkor több lesz a szerencséd. Vagy majd küldök át egy kis szerencsét. Postán. Druidánál is van az az aspekt, hogy lehetnek vérfarkasok a sima farkasok helyett, de amikor használod a képességet és ugranak, van, hogy beleakadnak és nem mozognak vagy ütnek. Ja. Arról hallottam én is. Nekem is nagyon kevés esett a buildemhez, de egynél több, hál' Isten. Hát ezért kell ugye többet is gyűjteni, és akkor már nyomhatod is azt, ami így izé. Amelyik előbb összejön. Én azért nyomtam olyan sokáig a summonert, mert egyrészt élveztem, másrészt meg egy csomó minden kiesett hozzá. Láttad? Ma kiesett a fehér ló. Szegény, a fehér ló fia személyesen? Láttam amúgy, pont belinkeltet, hogy Ghastly akármi, akkor már pont nyomtam a gémet. De most nézem, hogy nincs itt a csonti a cseleg. Hát mert amúgy nem kérdezted volna meg a Sphere Cards, hogy ez még a Necro, hogyha látod a csonti a csereget, de nem láttam. Jaja. Láttam, gratulál hozzá. Lovak megmaradnak a Caesarra? Király lenne. Nem tudom amúgy. De miattad volt a Benzsa. Amúgy nem fogom elmondani, hogy ki miatt, meg kik miatt. Most már nem is lényeges, meg hiszen nem kell most ezzel foglalkozni. Azért nyomom ezt, mert nem akarok azzal foglalkozni. Level 44-en a World Tier 3-ban az jó. Hát figyelj, hogyha bírod a World Tier 3-at, akkor az jó. Berzeusz. Legalább láthatsz nagy damokat a Diablóban? Ez az egyik olyan build, amiben a legnagyobb damok látszódnak. Ja, hát nekem is fura így, hogy úgy nekrózom, hogy nincsenek summonok hozzá. Ugye föl kell áldozni a summonokat, hogyha azt akarom, hogy jó legyen a Bone Spear-es build.
Hát ez gyors volt. Mondjuk az 5% crit rate csontikért és a 10% crit damage gólemért annyira nincs balanszba. Ja, mármint kevesled a crit damage-et a gólemből. Na, sikerült a 5x5 rám. Ó, igen. Szia. Bizony este, este bizony multistream lesz, igen, igen. Wow. Na. Let's go. Tisztelzelék ridem, és mennyit kapsz itemeken? 50-60? Na jó, az minél több, annál jobb. Amúgy kapok még többet is, mert ugye... Skill fából is jön, tehát hogy skill fából is egyébként na bakkár. Tehát hogy skill fából is jön a sacrificial erősítés, illetve jön még sacrificial erősítés az egyik itememről is. Azt hiszem 30%? De hát nyilván az se sok, az mondjuk 30% az annyi, mint hogy 13%. De mondom, talentből is van. 60%, tehát hogy 16. 16, gondolom ez így 19%. Mármint, hogy ezt gondolom 19 crit damage, hát ja, hát ez nem sok. De most amúgy meghaltál Darkest Dungeon-be? Aha. De nyugi, tehát hogy a Darkest Dungeon 2 az olyan, hogy ott nagyon nagy szerencse kell, hogy valakivel több ránt is tudják menni. Tehát, hogy ez... Az a meglepődés, hogyha valaki nem hal meg. Tehát az a meglepetés. Örökre, mert soha többet nem tud Koenigsbe jutni a játékban. Hülye Darkest Dungeon. Mostában olyan fáradt vagyok, többet nézek ki Diablo streamet, mint amennyit játszom. Na, de legalább kielégíted az igényeket. Legalább kielégíted az igényeket. Na, akkor felhúzzuk az utolsót. Mi az utcsó? Paragon. És azt mondja, hogy Bloodlinker exploit. Na. Hát már ez most már egy másik
Ez most már egy másik tábla. Hát konkrétan már nem is azt kell rakni, amit én raktam. Na ez mibe változott? Mibe változott ez a bied? Mutasd. Igen. Critical Strike, Boneskiller, Essence, Regent adjon. Azt mondja, hogy olyat kéne használni majd gyűrűn. Cipő maradt. Nadrágra Temerity vagy az Armor Stack erős, igen. Chest Armorra Bonestormal Barrier. Aha. Szóval exploit 5-5-5 lehet használni? Na várjál, 5 tábla kell. Jézus. Ez komoly, 5 tábla. Szóval mi húztuk a Blood Drinkert, húztuk a az Essence-t, igen. A Sacrificial-t. És kéne az exploit is. Az itt van az elején? Exploit. Tehát ez a Vulnerable Damage stackelés. Jó, aztán Territoriát és az Essence-t kell. Ja, az Essence az van. Akkor a Territorial és a Sacrificial. Ja, az is van. Akkor Exploit és... mit tudom én. Exploit és a Territorial. Oké. Okay. A Territorial az, azt néztük múltkor. Ott van. Damage reduction, hogyha közel állok az elemikhez. És increase damage, hogyha közel állnak hozzám. Uh-huh. Jó. Akkor... exploit. Megbeszéltem magammal, srác. Parancsok azok ott vannak amúgy, a srácok a leírásban. Ha valaki nagyon segítőkész akar lenni, nyugodtan belinkeleti a videót a biedről. Semmi gond. Jól omé. Mi folyik így gyanyasan? Végeztünk a Nightmare Dungeon-nel. Jó. Kereselt a géped attól, hogy elindítottad a Diablo 3-at. Látod? Mert nem akarja, hogy régi Diablo-val játsszál. Te mekkora Nightmare Dungeon-eket mész, hogy ilyenfajta loot jön? 40 fölött. Most 43-asokat mentem. Na nézzük, milyen cipellők vannak itt. Na,
nézzük. Corpse tendriles kéne. Corpse tendriles cipő. Pont keresed a klippet. Ez egy videó, úgyhogy nehéz klippet keresni, de áttabolok. Tessék, amúgy itt van. Míg 50-es a cipőd? Aha, de hát ez nem számít. Mármint, hogy ja, nyilván számít, de hát nincs jobb. Nincs jobb. Ezen jó kettő stat plusz egy, ami azzal jön, hogy tehát, hogy igazából az 5 statból 3 jó. Konkrétan elköltöttünk 500-at, nem jó. Mindegyik kuka. Hát csak akkor is 57-es óta nem esett jobb cipő, azért az durva. Ja, hát igen. Igen. Igen, azt néztem én is, hogy Hubi már megint itt segít a többieknek. Tök jó lett egyébként a Diablo 4-es klán. Azt még itt többen is vagytok, mint a 3-ba. Ez nagyobbat megy, mint a 3-as klán. Én 94-es vagyok, most éreltem le a 60 szintű armorom. Hát igen, ez ilyen. Ez szívás. Rengeteg item esik, és nagyon kevés olyan, ami így jó. Ugye fontos, hogy hát hogyha nem nagyon el vagyok keseredve, akkor azt mondom, hogy 2 stat is jó, vagy mi, 3 stat is jó az 5-ből, de alapvetően a 4-re mennék rá. Alapvetően a 4-re mennék rá, hogyha 4 stat jó az 5-ből, akkor igazából az 5-et meg tudom rollolgatni, ami nyilván pénzégetés, de int vagy willpower kell nekrónak. Hát, mit rámész, resource generation kapsz a willpower-ből, meg overpower damage-et, amit amúgy te nem csinálsz, az intellectből pedig kapod a skill damage-et. Szóval, skill damage, tehát, hogy int kell. De hogyha így megnézed egyébként a build-eket, amik így a nekrónak szólnak, akkor intelligence-et fogsz látni szerintem mindenhol. Ja, egy dex jobban kell, így van. A critical strike chance miatt. Igen. Ez az Avenger nagyon vágja itt a dolgokat. Viszont már ennyi lett volna a Diablo. Nem volt betervezve. Bár szívesen játszottam volna a Witcher Blood and Wine előtt, de meg akartam tisztelni annyival a Witchert, hogy idővel kezdünk, és jól rákészülünk. Ez egy ilyen vész program volt most jelenleg. Köszi szépen a figyelmet. Élveztem, jók voltatok, jókat domáltunk így, meg így frankó volt, jól esett ez a kis diablózás így a Witcher után. Úgyhogy remélem, hogy ti is élveztétek. Innen folytatjuk egyébként majd legközelebb, ami, hát még mindig azt mondom nektek hétfő óta, hogy majd jövő héten, hétfőn egész nap menni fog, de a mai nap alapján lehet, hogy holnap is fogok majd diablózni. Ki tudja? Lehet, hogy nem jön be a 40, lehet, hogy a Darkest Dungeonbe előbb elhasalunk. Meglátjuk.